Erős vár a mi Istenünk. Sámuel második könyvéből olvasok egy verset. Az Úr fénysugarat ad nekem a sötétségben. Minthogy a föld folyamatosan forog, ezért ha az egyik földrészen süt a nap, a másikon éppen éjszaka van. Mikor az egyik ember számára éjszaka van, a másik örül, mert végre elérkezett a nappal. Az időpont ugyanaz, csak a hely különbözik. Tehát amikor éppen éjszakát élsz át, egy kis kitartás, és a dolgok hamarosan megváltoznak. Ez egészen biztos. Ahogy a sötétségbe befordulunk, ugyanúgy ki is fordulunk belőle. Isten maga az éjjeli őr. Fénysugarat ad nekem a sötétségben, ha kitartok a benne való hitben. A teremtés során, miközben Ádám aludt, Isten műtétet hajtott rajta végre, és megteremtette Évát. Éjszaka, amíg a többi rab aludt, Pál és Szilász imádkozott, és énekkel dicsérte az Istent a cellában, és ő megszabadította őket. Amikor Pétert a belső börtönbe zárták, éjféltájt Isten egy angyalt küldött a kiszabadítására, és mikor Jézust megfeszítették, a föld sötétségbe borult, de húsvét reggelén megérkezett a fény. Pál azt mondja, mert hitben járunk, nem látásban. Neked is számítanod kell az ilyen éjszakai tapasztalatokra, és Isten a sötét szobában hívja elő benned Krisztus képét. A kitartás megadja számodra azt, hogy kimehetsz majd a fényre, mert kiérdemelted, hogy ott legyél. Az éjszakai hit szilárd, alapos és rendíthetetlen. Amikor sarokba szorítják, akkor is képes helytállni és kijelenteni. Elvesztettem az állásomat, a jelzálog már régóta esedékes, rosszak a tüneteim, én mégis hiszek Istenben, és az ilyen hit elnyeri jutalmát.